Jó hajrájának köszönhetően szerezte meg 7. győzelmét az NKSK Nyír komplett együttese. Az első félidőben fejfej mellett haladtak a csapatok, a hazaiak nem találtak fogást az úszdiakon, így 11-11-es döntetlennel zárult az első 30 perc. A folytatásban is ragaszkodott egymáshoz a két gárda, sőt 10 perccel a meccs vége előtt a vezetést is átvette a vendégcsapat. A hajrá azonban a házigazdáké volt, így végül 5 gólos sikert ünnepelhetett a nyíregyházi közönség. Én úgy gondolom, hogy az első félidőben ebbe az évben a leglátványosabb támadó játékot nyújtottuk, akár hatos falra, akár egy nyitott védelemre. Az első félidő védekezésében hamar kaptunk gólt, nem tudtunk gyors kontrajátékot játszani, ezt hiányoltam, de azt hiszem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy 6 vagy 7 vonal az icert kihagytunk, és ez nyomta a csapatot. Félidőben váltottunk, és továbbra is azt kértem, hogy a cserékkel, a rotációval, én frissíteni tudom a csapatot, és vigyük gyorsan az ellenfél labdát, ott el is mentünk 3 góllal. Sajnos megint hamar eladtuk ezt a 3 gólt, és feljut a védekezésünk, és feljut a kontrajátékunk, és a kapus teljesítmény is középről elfogadható volt, szélről sajnos nem. Én úgy gondolom, hogy a beküldött játékosok, akár egy Szűcs Balázs, akár egy Erdő Zoli, akár egy Gyurci, mind tudtak lendíteni, és utána a visszaküldött emberek is. Én a győzelem egyik legnagyobb titkárnak azt tartom, hogy a Pau Gabival szemben megoldottuk a védekezést, nem sok gólt lőtt a Pau Gabi, és a lövővel szemben is úgy gondolom, hogy bal kettőben jó volt az a taktika, hogy szélsőbefutás után megtámadtuk a bal kettőt, így nem alakultak ki közvetlen helyzetek, így nyomás alá helyezett támadás-védekezés dolog volt itt. 8 forduló után a Balmazújváros és a Nyíregyháza egyaránt 14 ponttal áll az NB1B keleti csoportjának élén. Az NKSK Nyír komplett pénteken Balmazújvárosban lép pályára.